A szekszárdi családbarát és élményfürdő teraszán felállított kivetítőnek köszönhetően a vízben hűsölve is nyomon lehet követni az Európa-bajnokság meccseit. A Magyarország-Portugália mérkőzést is többen nézték a szekszárdi strandon. Munka után vagyok, lányom itt dolgozik, és mondta, hogy lesz meccsvetítés, és gondoltam, hogy nem otthon nézem meg egyedül, hanem itt társasággal. Miközben kezdetét vette a mérkőzés, a kivetítő mellett egy arcfestő rajzolt magyar zászlót a szurkolók arcára vagy éppen karjára. A szurkolók tapssal és ovációval fogadták a magyar futballcsapat minden megmozdulását a szekszárdi vármegyeháza udvarán felállított kivetítő előtt. Több százan szurkoltak a magyaroknak, az asztalok tele voltak. Ha a papírformát nézném, nyilván portugál győzelem, de mivel, hogy magyar vagyok, ezért egy szép magyar sikert szeretnék, de egy döntetlennek is nagyon-nagyon örülnék már. Volt, aki fogadásokat kötött munkatársaival, és sportfogadáson is igyekezett megtippelni a mérkőzés eredményét. Igazából bátortalan volt csak annyit, hogy mind a két csapat fog rúgni gólt, de hát azt reméljük össze is jön, mert azért a magyarok remélem rúgnak egyet, de azért valljuk be, a portugáloknak szerintem több az esélyük. A magyar labdarúgó válogatott a 84. percig remekül tartotta magát, utána viszont egy szerencsés gólnak, valamint Cristiano Ronaldo duplájának köszönhetően a portugálok 3-0-ra megnyerték a találkozót. A magyar válogatott legközelebb Franciaország ellen játszik.